Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy játék, ami egy kicsit a radar alatt csúszott be. Legalábbis úgy veszem észre, hogy a magyar közönség számára a radar alatt csúszott be. És ugye ez a játék lenne a Paragon. Nos, akkor ki hallott a Paragonról? Ki volt ott a nyílt bétáján? Ez most már a harmadik nyílt bétája volt a játéknak, ami egy igen-igen jó jele annak, hogy a készítők foglalkoznak a játékkal, és megpróbálják minél-minél jobbra optimalizálni. Mi a Paragon? A Paragon az egy TPS nézetű MOBA lenne, tehát fogták a LoL-t, azt megcsinálták harmadik számú ilyen shooterbe, és adjál neki. És azt kell mondjam, hogy ez volt az az áttörés, amikor én is felfigyeltem így a mobákra. Nem arról van szó, a LoL fasz a játék, amúgy, és úgy nézni is egészen jó, ha valaki elmagyarázza, hogy mi történik a pályán, annak, aki még életében nem játszott. Volt egy szerencsém, volt egy barátom, nagyon szeret lolozni, és ő úgy mondogatta, hogy most mi történik a pályán, és úgy egészen taktikussá vált az egész, de még mindig nem volt az én stílusom a felülnézős játékok, tehát valószínűleg ezért soha nem is diablózom, vagy mit tudom, Path of Exile-ozom, mondjuk azt kipróbáltam, csak egy idő rettentő gyorsan meguntam a Path of Exile-t, a Diablo-t is kipróbáltam, és valahogy tudom, hogy azok nem mobák, félértés ne essen, a LoL-t is kipróbáltam, és rettentő gyorsan megúsztam, a lényeg ott meguntam, a lényeg az volt, hogy felülnézetes játékok nekem annyira nem nyújtanak elégséget, és csak a taktika magáért, vagy bármi ilyesmiért nem nagyon szoktam belefolni, ott valami plusz is kell, hogy legyen. És amikor először bejelentették a Paragont, és tudom, hogy a legnagyobb vetélytársa a Battleborn lenne, csak például nekem a Battleborn grafikai stílusa és elképzelése annyira nem fekszik, ráadásul a Paragont egy Unreal Engine hajtja, úgyhogy csúnya nem lesz. Valaki ez így beírta a játékra, hogy hú, de csúnya, és amit itt láttok, de srácok, hogy tudjátok, hogy most egy laptopra vagyok redukálva az utazás miatt, és gyakorlatilag lovon van ez a grafika, amit látok, szóval és lovon tudok kinyerni belőle egy 60 stabil FPS-t, úgyhogy, ja, nem felvétel közben valamiért ezt a felvételt izével csináltam, Fraps-el, mert a Shadowplay valamiért nem akarta fölismerni, csak az FPS számlálót raktak ki a sarokba, úgyhogy eddig a Paragon egy nagyon jó ilyen TPS MOBA játék, azt kell mondjam, nem játszottam a Battleborn-nal, az a ti feladatotok lesz, hogy leírjátok, aki mindenki a tővel játszott, hogy esetleg melyik a jó, vagy miért jó az, vagy miért nem jó ez, vagy és a többi. Alapvetően nagyon elégedett vagyok, arra fel kell készülni, hogy tényleg elég mobásra megcsinálták, szóval egy játék nyugodtan eltarthat egy óráig is, tehát aztán egy óra volt az első beta alkalmával, amíg eltartott a játék, már halálra untam, és talán ez egyetlen ilyen visszafogó erő, hogy annyira azért nem izgalmas mondjuk egy Battlefield, hogy egy óráig játszik egy pályán, és nagyon-nagyon durva. A karakterek viszonylag balanszban vannak. A elmúlt két béta óta sokat változtak, az biztos, és ami nekem például még mindig hiányzik ebből a játékból, a kicsit magasabb sebzés, a nagyon hosszú time to kill nagyon zavaró tud lenni. Valahol a LoL-ban is ez hiányzott nekem, a túl hosszú time to kill, a ide-oda rohangálás, az a fölösleges rohangálás, ezért is próbáltam megszállni számomra mindig ezt a karaktert, amivel ki tudom hozni a legrövidebb idő alatt az egyik legtöbb damage-et. És az a probléma, hogy nem lehet megtalálni tökéletesen azt a karaktert. Olyanná kell alakítsd a játék stílusodat, a taktikádat, hogy a lehető legrövidebb alatt a legtöbb damage-et be tud vinni. Csak ez a macska játék, ami számomra ilyen előre-hátra, ez egyszerűen kiborító tud lenni. Nagyon szeretek front-to-front, tehát egyenesen neki menni a játékosnak, és aki jobb mozgás kultúrával rendelkezik azon a pályán, az fogja vinni azt a párharcot, de ugye a játékosok mindig próbálják kitaktikázni, kicsit több életük legyen, itt bujkálnak, ott bujkálnak, sokszor megjártam azt, hogy a hátam mögé bejöttek, mert egyszerűen már nem volt türelmem a párharcra, és azt hiszem, ez is a veleje ennek a játéknak, a türelem és a megfontoltság, és ugye egy olyan játékosnak, mint én, aki
Nagyon forró fejes szerepben van az akció közepén, sokszor így megjártam, így a háta mögé jöttek a settenkedőbb karakterek, akiknek az is a feladat, oda menjen, mert mondjuk csak egy kard van a kezükbe, és akkor itt rá is térnek a karakterekre, nagyon fantáziadúsak, mindenki megtalálja a saját stílusát, nagyon ötletesek a tank karakterek, ötletesek a közelharciak, ötletesek a középtávú lövész karakterek, az a pálya, amiben beletették ezt a játékot, szerintem fantasztikus, tehát nagyon kidolgozott, azt kell mondjam, és ugye ez full grafikán, Unreal Engine 4-ről beszélünk, ez full grafikán hihetetlenül szépen fog kinézni, és egy nagyon-nagyon jó univerzumban kerül bele. A karakterek tényleg jól néznek ki, fantáziadúsak, a képességek fantáziadúsak. Például ugye a kis sárkány, amin ültem ott a játékban, tök jó, hogy tüzet tud köpni, egy molotov koktéllal dobálsz, és a tűz körüli képességeket is úgy csinálták meg, hogy hogy ilyen kicsit fantáziadúsabbak legyenek, ne ilyen egyhangúak, akkor van, mit tudom én például, még szerintem egyiket, mindegyiket nem játszottam a karakter, van olyan, ami például a köveket tud rázúdítani, egy ilyen teleport kapunk keresztül, akkor az íjjeső az íjjesővel el tud látni, szóval ilyen egész fantáziadús és így kedvet kapó karaktereket dobtak be akcióba, és például azoknak, akik nem kifejezetten MOBA rajongók, de szeretik a shootereket, ez egy nagyon jó átmenet arra, hogy így megismerkedjünk ezzel a világgal. Nekem nagyon jó átmenet, fingom nem volt róla, fingom nem volt, hogy mit kell csinálni. Ugye most már ez a harmadik nyílt bétait már azért kezdtem kapizsgálni a lényeget, és kezdtem fölépíteni úgy a karakterek, ezért kicsit jobban bírjam a tempót. És egy nagyon jó átvezető volt az, hogy ilyen külső nézetben lehet játszani a dolgokkal, és nem beszélve, van egy kis ilyen Warframe-es beütése azzal is, hogy hogyan építsük fel a skilleket, és hogyan legyünk egyre erősebbek adott játék alatt, és nagyon így megkapó tud lenni. És mindenképpen jó kezdeményezés arra, hogy a shooterek szerelmeseit átsávítsák, de tudom, hogy ez itt most a MOBA rajongók így meg fognak ölni kb., hogy ezt mondom, de a Time to Kill jó lenne, hogyha lefaragnának, mert az szörnyen hosszú idő, és egyszer őrületes. Rakjanak be több minyont, gyorsabban spawnoló minyonokat, vagy nem tudom, egyszerre többen jönnek, és gyorsabban spawnolnak, de a Time to Kill-t könyörgően egy kicsit vigyék lejjebb, hogy több sikerélmény legyen, hogy egy játékos tölsz, a másik pedig, hogy ugye végül is elismerik az asszisztokat, de az asszisztoknál, amikor közreműködsz egy 5 percig, hogy legyűrjétek egy játékost a társaddal, akkor írja már ki a te levelet is. Tehát ez egy ilyen plusz visszajelzés lehetne, hogy jól csinálsz te is valamit, ne csak konkrétan a kill, aki szerezte a killt, az annak a nevét írja meg, mert sok munkája lehet ott a másik 3 társadnak is abba a dologba. Lehet, hogy te a másik társad már letoltam, mint ahogy én is jártam, nem is egyszer, hogy letoltam már 3/4 az életének a ellenfének, odaért a társam éppen spawnról, és akkor lezúzott nála egy útit, azt elvitte a killt. Szóval ez rakjanak be gyorsabban spawnoló minyokat, több minyon, de a time to kill-t egy kicsit vegyék le. Na srácok, ennyi lett volna a Paragon. Ti hogy látjátok a játékot? Tetszik nektek a játék? Szívesen játszanátok vele? Vagy inkább a Battleborn az, ami megfogott, ugye az mostanra már ki is jött. Vagy inkább az, amire kiadtátok a pénzt. Én úgy vélem, egy picit számomra a Paragon jobban megüti a mércét egy ilyen stílusú játéknál, mint a Battleborn. Ezért is várok rá. Azt nem mondom, hogy full mértékben megveszem, mert olyan játék lenne, amivel csak akkor játszom, hogyha nagyon unatkozom, nem vagyok ez a kategória játék, de úgy tetszik a hangulata, a világa, és néha-néha jól esne minden bizonnyal bevetni magam egy csatába, úgyhogy nálam a játék lehet, hogy megvevős, de akkor, amikor ilyen 10 eurós mértékig csökken, mert amúgy annyira nem érné meg a dolog. Na, most már tényleg abba hagytam. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!